Több mint 14 évvel ezelőtt, 2008. november 21-én éjjel brutális módon meggyilkoltak egy 79 esztendős idős asszonyt a Csépai házában. A feltételezett elkövetőket 2022. novemberében ültették a vádlottak padjára. Az elsőrendű vádlott a tavaly őszi előkészítő ülésen bűnösnek mondta magát, beismerte tettét és elfogadta az ügyészi indítványt, 14 és fél évet fog letölteni a fegyházban. A másodrendű vádlott azonban máig tagadja az ellene felhozott vádakat. Ügyében a bizonyítási eljárás a napokban megkezdődött. Nem bántalmaztam ezt a nénit, veled nem másztam be a kapun, nem segítkeztem neked, mivel én ártatlan vagyok, ezt te is tudod jól, nem voltam veled a helyszínen, és te sem voltál velem, nem keresgéltem a házban, te is tudod jól, ártatlan vagyok, könyörögve kérek Jézus nevében, hogy mondd el az igazat, hisz nem bántottam ezt a nénit, soha nem is jártam ott. A büntető ügy két vádlottja a gyilkosság után 14 évvel később a szolnoki törvényszék 2022. november 8-ai előkészítő ülésén szembesült a vádakkal, miszerint nyereségvágyból és társtettesként öltek embert. Az ügyész az elsőrendű vádlott esetében 14 és fél év, a másodrendű vádlott kapcsán 13 év és 8 hónap fegyházban letöltendő szabadságvesztést indítványozott. Az elsőrendű vádlott bűnösnek mondta magát, beismertetettét, és elfogadta a 14 és fél év fegyházbüntetést. A másodrendű vádlott azonban akkor is tagadta az ellene felhozott vádakat, és ügyvédjével azonos tartalmú indítvánnyal a tárgyalásos bizonyítási eljárást választotta. Most, amikor bevittek a rendőrségre, először tanúként hallgattak, utána meg gyanúsítottként. Nem mondták, hogy miért, csak hogy részt vettem benne, segéd voltam, és rabosítottak is. Poligráfos vizsgálat a gyanúsított kihallgatás előtt történt, kérték a hozzájárásomat, DNS is kértek, hogy beleegyezem-e. Én nem jártam abban az ingatlanban, ártatlan vagyok. A rendőrségen nem láttam őket. Azt mondták a rendőrök, hogy beismert, hogy ő követte a gyilkosságot. Azt is mondták, hogy terhelő vallomást tett rám, és hogy azért rabosítanak. Vallomásában annyit mondtak nekem, hogy rám vallott. Biztos tettek ennek olyan kérdést, hogy ismer-e, valahogy behúz engem. Kihallgatásom előtt nem emlékszem, mit közöltek még, mert sokkot kaptam. A gyerekemet nem fogom látni. Ártatlan vagyok, szeretném tovább élni az életemet, nem követtem semmit. A másodrendű vádlott a most tartott tárgyaláson sem tett vallomást, és továbbra is tagadta bűnösségét. A törvényszék ezért megkezdte a bizonyítási eljárás lefolytatását, melynek során 4 tanút hallgatott ki. A másodrendű vádlott élettársát, 2 településőrt, valamint azt a rendőrt, aki a végzetes éjszakán a vádlottat igazoltatta. Az ügy tárgyalása március 21-én további tanúk kihallgatásával folytatódik.